Sziasztok! Hát boldog karácsony mindenkinek! Kijöttünk mindenki karácsony szenteste másnapján egyet a nívával, a hűséges társammal, Áfonyával. Pontos a teremtjük, hogy megnézni itt a... ebben az 5-6 napos esőben mik a helyzetek itt a környéken. Jó föl van állva itt minden. Meg valószínűleg valamelyik gardán csuklónak a csapája, hogy valami ilyes megadta magát, de valami kalézul összkerékbe, de hát jó van ez. Ilyen. Nem rotyog, szóval nem baj, nem lehet. Itt van egy ilyen kis videcskénk, amit tisztességesen rendeztek az elmúlt pár hétben, hónapban, amíg nem jártam el be. Ezt lehet, hogy nem kéne megpróbálni átkelni rajt. Gyere, sétálunk egyet. Nos, közben változás történt az autón, de felkerült rá egy fényhír. Tetőcsomagtartó a jacknek. Fogó meg lett javítva, így ezért már barátságosabb hangja van. Ezt a műanyagot ezt elhagytam, sajnos. Került rá két hálsó tudatólámpa, bár nincs bekötve, jöttek ünnepek. És igazából ennyi. A 87-es fényhír, ami felkerült, ez teljesen jó, nekem tetszik. Igazából ennyi. Ja, meg annyi, hogy egy kis vizeleni szigetelést kapott a motortér, ez a gyújtás kábelei. Hát meglátjuk, hogy mennyire jött össze, igazából tartós teszt még nem volt, sőt, semmilyen teszt nem volt még vízbe. Hát ezt lehet, hogy nem tudom, meg kéne próbálni. Remélem mindenkinek jól telhette a szentestéje. Jézuska megjött mindenhova. Áfonya? Ja, de nem ennyivel, légy szíves. Igazából ez egy... hát, szerintem volt patakmaner volt valamikor, és itt traktorok, munkagépekkel eléggé összejárták a területet. Tesznek jó lenne, hogy át tudok-e rajt menni, meg hogy beálltik-e az autó gyújtása. De nem tudom, hogy akarom én ezt, mert nem tudom, felvétel mennyire adja vissza, de azért ez mély. Jelen pillanatban, tehát ezzel mentem már keresztül, sőt a Justy-val is mentem már keresztül, de nem. És szintén egy, hát azért elég nagy csapa, Áfonyám éppen pihenget. Ezt is semmiképp nem szeretném megpróbálni. Mert itt meg az a helyzet, úgy látom, hogy itt maga a csapa is egy elég mély történet. Nem még maga a víz. Tehát ott azért ott rendesen látszik a növényzet. De hát... igazából... azt hiszem, hogy nincs, aki kihúzzon. Mi baj lehet? Most a Jack sincs rám, hogy kiemeljen magam, hogy kicsörlőzzem magam valahova, bár itt mi a fenéhez csörlőzöm magamat. Na mindegy, megnézzük, mi lesz, megpróbáljuk. Aztán, hát majd alakul. Áfi, gyere. Hopp. Egy ütésen veszünk vissza, hogy a hang jó legyen. Feledett összkerék, szokás szerint. És akkor így nem tudom, csurogjunk bele. Jó ötlet? Nem biztos. Hát én most meglepődtem. Ugyanis igazából különösebben
probléma, mentesen. Tudod, az átkelés. Áfonya. Jó, hát akkor ezt is tudjuk. Ez igen. No, hát akkor ezzel a kis random rögtön a videóval szeretném mindenkinek boldog karácsonyt kívánni. Meg lehet, hogy boldog új évet is, bár ez majd még változik, mert lehet, hogy majd még itt a napokban lesznek olyan témák, amit érdemes lesz megvideósítani. Meg ha idő, energia engedi. Remélem mindenkinek az a Jézuskája volt, de legalábbis azt kaptam, amit szeretett volna. Akinek nem, azt reméljük, hogy a jövő év az jobbra fordul. Elég elbaszott év volt a koronavírus miatt, de hát próbáljuk belőle kihozni a maximumot. Igazából ennyi. És akkor további jó evés, ivás, rokon látogatás, rokonok elviselését mindenkinek. Majd még találkozunk. Sziasztok! Köszönjük a szépen mindenkitől. A légben mindenek felett. Vegyetek nívát, mert az jó. Szerelni kell, csöpöd eszik, de jó. És minden meg a eső, mi a gondolsz, meg beálltunk. Lehetséges, ugyanis az AC pumpa vonalában áll a víz. Hát ez előfordul sajnos. Thank you.
Látod csak le innen a pillanat? Nos tehát, a vizsgálatkelésünket azt láthatnátok. Hát lehet, hogy egy kicsit a gyújtásvezető elektronika is megállott. Nem tartom kizártnak. Bár remélem, hogy a légszerű az nem. Nézzük meg. Hát sajnos, de. Pedig most már egy ilyen kis, amikor két lukat nem töltöttem le. Mert volt már egy ilyen beállásom, akkor azóta innen szivatom vele a vizet, a levegőt. Egészen lentről. De ez a két luk, ez a két lukról megfeledkeztem. És igen. Erőteljesen, erősen beáztunk. No, semmi gond nincsen. Kell egy rongy, némi idő, és egy szerencsét rongyom. Áfonya, gyere! Gyere! Nem? Ő nem. Jó. Ki kell egy kicsit törögetni ezt a légszerűházat, bár nem tudom, hogy jött be a víz. Hol törődni bejönni. Hát kéne egy snowker, tehát az lesz a következő projekt. 2021-ben egy snowkert rá kell építenünk. Építenem pontosabban. Építenünk, majd meglátjuk. Hát igen, itt vízgondok vannak. Ez erőteljesen látszik. Hát igen, igen. Sajnos ez egy ilyen technika. Ez előfordul, mert hát azért, hát hogyan mondjam. Tehát nem potakjárásra való. Maradjunk annyiban. Tehát konkrétan egy színben van a víz velem. De az is megy neki, csak egy-két fontosítást el kellett végezni. A hallám üzemanyagunk van. Jújúj. Elég erősen megmerült a vízbe. A kérdés az, hogy még átfordulni átfordulok. De hát ez nem probléma. Nem felesleg a szudokat, addig ki is veszük, de nem kellett. Nyitjuk a karbinak a pillangó szelepét. Hadd járja át a motor hője, áfonya is szerel. Igen, ő ott most szerel. Talán a motornak a hője kiszállítja majd ezt a történetet. Legalábbis reméljük, bele ne menjél be a patakba. Bele ne menjél, ne menjél vele. Nos, na hát a vízszint az ment lejjebb. Bele sem gondolom, hogy hol távozhatod vajon. Szerintem a kipufogó szerepen keresztül a kipufogóba. Jobb esetben. A levegőszűrőt ezt lassan el kell engedni. Aztán, hát ja. Valószínűleg itt jött be a víz, mert ezt nem töltöttem sajnos, mert felejtettem ezek szerint. Én hülye. Kicsit várunk le, hadd száradjon. És utána teszünk még egy próbát igazából. És reménykedünk abban, hogy hát elindul a technológia. Esetleg. Legalábbis reménykedünk benne. Csodálatos pótkerék. Ez tökéletes, alig 1000 éves. De legalább van. Különben magának ennek a beállásos témaköröknek. Tehát, hogy a légszerű felszívja a vizet. A gyújtás beállzik, azon kívül nagyon nincs vele probléma. Ezeknek kéne még valami tartós megoldást találni. Hát sokan a szilikonspét, meg a lakspét, vagy a hajlakot ajánlják, hogy azzal fújjam tele a motorteret. Hát azt nem szeretném, maradjunk annyiba. De mi az is lehet. Közben csak a telefonom. Az asszony. Na, szia!
Aha, mert? Ja, itt vagyok, épp már átmenni felássa itt a placot. Ennyi. Hali, hali, puszi, szia. Ugye az aggódás. Kiskutyám, szerinted elindul? Itt most megfigyelhetjük a vadon élő német juhász ásási képességeit. Hát ez, igen, hát eddig az igazi vadállat. Hát ez, a vakondok ezt megrigyelnék. Na nézzük meg, hogy mi lesz előbb meg. A rögtönzött akna, vagy a névának újraélesztése. Tegyünk egy újabb próbát. Az indítására a járműnek. Próbálok gázzal pumpálni. Bár ez nem jön be, remélem. Kicsit csalunk. Na sajnos, most még nem indul el a technika, de reméljük, hogy hamarosan igen. Tehát konkrétan most már talán nincs benne víz. Úgyhogy ki kell dolgoztatni a rendszerből ezt a vizet, hát ez hülyén hangzik, de az igazság. Mint a gyújtás elemeit, azokat most megtörögetem egy kicsit még jobban, mert hát beázhatnak. Egyszerűen a történet, hogy lenne nálam egy gyertyák a kulcs, mert akkor kivenném a gyertyákat, kidolgoztatnám bele a vizet, és akkor úgy megpróbálnám elindítani. De ez sajnos ez most nincs nálam. Azért maradt a kilódós módszer, amíg az aki tartja. Legalábbis így tudom megoldani. Ha valakinek van jobb összete, hogy ilyenkor mit lehet tenni, azon kívül, hogy ne állom be az autó egyértelmű. De hogyha mégis beállott, akkor azt nyugodtan írja meg. Kommentben. Behúzni jó lenne, de itt most nincs a lehetőség. Az elosztó? Az elosztó nem kapott vizet, kutyám. Szerinted? Mondjuk száraznak tűnik. De azért nézzük meg. Ez a videó címe Néva kaland lesz, amúgy. Mert hát szeretném az ilyen kis összeállításokat, nem, mert ez húsz száraz. Ez teljesen száraz. Ide nem jött, hát még az olaj beöntő sapka tetején is áll a víz, tehát lehet, hogy ez a vizet kicsit mély volt az a patak szerű valami. Sajnos, de hát jó idő van karácsony, másnapja van, vagy hát nem is tudom kell megfogalmazni. Mit lehet jobbat csinálni, mint a semmi közepén, egy kicsit tökött itt nyívát foglalkozgatni. És várni, hogy megszáradjon itt a beállított technológia. Ez itt teljesen jó. Csinálunk egy kis folytás neki. Tudom, nem meg jobb, de hát ha nagyobb vákum felkezik, hát jobban kicsit hamarabb kiszippantja a vizet. És hát hogyha hamarabb tudunk indulni hazafelé, most már. Úgyhogy én a laksink, ugye kis kutyám. Úgyhogy lehet, hogy ez a kaland, ez itt ez véget fog érni. És belement a patakba. Most előtt mondják. Végtek az így mi kutyánk. Áfonya? Gyere ide, légy szíves. Szép vagy. Úgy, ügyes. Jó. Meg ne próbáld. Meg ne próbáld. Na most nem. Először futkozzál két kör.
imádom állatok, hogy hát tök, ne jöjjön be, pucsó két köt előtte. Szerelő ifelem, előteljesen. Pumpálunk egy kis üdvönyagot neki. Csodát! Kiszáradt! Azonnak a fűtést a kutyának. Kis szivatóval kis fúzatszámot gyártunk. Elindult kutyus! Ügyes voltál! Jó van, megcsináltad! Igen! Mehetünk továbbiakba! Na, hát mehetünk. Jöjjük el útra. Javaslom. Megjelző. Tankszín felétől állandó jelez. Iratkozzon kérem a kameráknak. Oké, minden? Oké, minden, kis kutyám. Csak hátsó körébe azért nem olyan egyszerű haladás. De mindenki nem tudod összegeket fölöslegesen. Elég akkor, amikor tényleg olyan helyzet van, hogy kell. Azért ez? Hát igen, nem? Áfi? Mi van, kis kutya? Mi van? Nyilatkozzál nézőinknek? Hogy tetszik a kirándulás? Hogy tetszik a kiruttanás? Hogy tetszik? Mi? Ugye? Puszi? Puszi? Jó kutya. Te vérző, hogy fázok. Ő is? Mondjam, nem fázik. Na, akkor a Néva kaland. Első videó, de ennyi lett volna, mert kiértünk a jó útra. Köszönöm, hogy megnéztétek. Igazából random jött a történet, de jött, beáztattuk, megoldottuk, láttátok. Esetleg ebben kapcsolatban bárkinek bármilyen hozzászólása lenne,
Megköszönöm. Kommentben írjátok meg, vagy jelöljetek a Facebookon, Lóni Attila, vagy Instagramon. Szóval láthatok képeket, egyéb más információkat. Lefújtottam az autót. Mindenkinek boldogulásom kívánok továbbra is, mind a ketten. És hogyha szeretnétek még hasonló videókat látni, vagy csak nézni, hogy elkörökölünk. Nem? Vagy komolyan csináljuk? Akkor tartsatok velünk. Aztán látjuk, hogy ezt pithal a jövő év. Még egyszer boldogulásom mindenkinek. Legyetek jók, vagy rosszak. Sziasztok! Sziasztok!